Éppen 70 évvel ezelőtt, 1952-ben adott megbízást Dunaföldvár község Rojko József igazgatónak, hogy hozza létre a régóta tervezett középfokú oktatási intézményt az akkor még falunak számító településen. A támogatás alapfeltétele egy iskolának alkalmas épület volt. Ez a már korábban államosított egykori Ferences rendház nagyobbik része lett a Templom utca 5 szám alatt található ingatlanban. Az intézmény falai között azóta is zajlik az oktatás. Az ott tanuló diákok, munkatársak most a megalapítás évfordulóját ünnepelték. A névadó orientalista Afrika-kutató Magyar László tiszteletére avattak tárlatot az iskola dolgozói a jeles ünnep alkalmával. 5 évvel ezelőtt Szilasi Ildikó és a Helyi Művelési Központ vezetésével nyílt egy Afrika és Magyar László kiállítás, és a gimnáziumban jó páran úgy gondoltuk, volt tanárok, jelenlegi tanárok, hogy létre kell hozni egy egyesületet, ami ezt a Magyar László kultuszt tovább tudja építeni, földrajzi ismereteket tud terjeszteni, illetve magát a gimnáziumot is lehetne majd támogatni ebből. És ez 2020-ban jegyezte be a cégbíróság, tehát onnantól kezdve működünk törvényesen. És hát a legfőbb támogatónk az a Dunaföldvári Önkormányzat volt mindig, de szerencsére tudtunk más szponzorokat is keresni, kint van a nevük a táblán. És az ő támogatásukkal tudtunk eszközöket vásárolni, meg egyáltalán kitalálni azt, hogy mi legyen a koncepció. Most az a koncepció, hogy van egy rész, ami Magyar Lászlót mutatja be, ugye Magyar László itt töltött a gyermekevei Dunaföldváron, és az, hogyha szembeállunk a tárlatba, akkor a bal oldalon található. Oda helyeztük például a volt igazgatónak Reszt János által készített makettházat, ahol Magyar László a gyermekéveit töltötte. Ez a ház különben mind a mai napig megvan Dunaföldváron. Akkor tudtunk térképet szerezni a Magyar Földrajzi Múzeumtól, azt sikerült kinyomtatni, illetve annak a leírásait. Ezzel tudtuk igazából kibővíteni a Magyar László részt, és akkor a másik része az pedig úgy gondoltuk, hogy egy afrikai ország legyen. Mivel a Magyar László nagyrészt Angolában élt, ezért Angola most a témája a kiállításnak. És akkor Angola térképet vásároltunk, Afrika térképet vásároltunk, vitrint készítettünk, felvettük a kapcsolatot az angolai nagykövetséggel, ők a tegnapi napon érkeztek, és akkor hoztak posztereket, kiállító tárgyakat, használt tárgyakat, és ezek láthatóak gyakorlatilag a kiállításon, és magát a korábbi posztereket pedig átrendeztük egy kicsit, hogy talán titokzatosabb és izgalmasabb így a kiállítás. A Dunaföldvári Gimnázium évtizedek óta a település egyik legfőbb büszkesége. Erről beszélt a város polgármestere a kiállítás átadását követően. Hogy egy település, egy város, az azért város, mert olyan szolgáltatásokat és olyan oktatási rendszer tud működtetni, amelyben ez a gimnázium feltétlenül szükséges. Én ugye, amikor változások történtek a 2013-ban és elkerültek az önkormányzatoktól, az általános iskola és a gimnázium nekem az egy nagy szívfájdalmam volt, de ettől függetlenül nem szakadt meg a kapcsolat, és én szívügyemnek tekintem azt, hogy Dunaföldváron ma is, tegnap is, és remélkedem benne, hogy jövőre is lesz gimnázium. Ez a városnak egy színfoltja. Nem csak azért, mert az itteni és a környékbeli gyerekek itt tanulhatnak, hanem ez egy kulturális központ is. Az a szellemiség, amely kell Dunaföldváron, és azt gondolom, hogy amely képes megőrizni is ezt a szellemiséget, ápolni is, és a jövőben pedig tovább vinni. És ez nem csak az, hanem nagyon fontos, hogy ma a kiművelt fejek, azok legyenek a társadalomban, azok fogják építeni ezt a társadalmat, hiszen úgy látjuk, hogy a generációváltások azok mennyire szűkültek le, és mennyire tudás alapú társadalommá kell, hogy váljunk. És ez nem csak a lexikális tudás, hanem az a tudást kell elsajátítani ma a gyerekeknek egy gimnáziumban, hogy hogyan lehet önállóan fejlődni, és azt, hogy élethossziglan tanulás az mit jelent. Ugye ez ma egy elcsépelt dolog, de én a saját példámat tudom mondani, és végig tudom azt mondani, hogy élethosszig tanul az ember, és amúgy meg van ugye a másik közmondás, hogy a jó pap, az ugye holtig tanul, hát mindenkinek ilyen a tanulásban ezt kívánom, hogy élethosszig tanuljon, és mindig jókat tanuljon, és ezt a társadalomnak, a saját hasznára, és a kis közösségnek, vagy a nagy közösségnek a fordítsa annak a hasznára.
Dunaföldváron Magyar Lászlót szó szerint kultuszlengi körül. Az Afrikát, Közép-Amerikát is megjárt utazó előtt a mai napig hatalmas tisztelettel adóznak a helyiek. Hogyha itt a várudvarba körülnéznek, ugye van itt egy szobor is felállítva, ez része, ez nagyon oda kötődik Magyar László Dunaföldvárhoz, szellemiségében is. Mert amúgy szellemisége Magyar Lászlónak mit mutat? Azt mutatja, hogy kutatni kell, az újat meg kell ismerni, az újat fel kell jegyezni, és a következő generációnak oda kell tenni, hisz jelen, múlt nélkül, és a jövő múlt nélkül nincsen. Ezt üzen én úgy gondolom Magyar László, és Magyar László magának az életútja, az, hogy mit futott be, hogy volt tengerésztiszt, katona, majd felfedező, tudós, és ezeket mind-mind végigvitte az életében. Ez azt jelenti, hogy sokrétűnek kell lenni, tágvilágszemlélettel kell lennünk, és mindegyikből le kell húzni azt a pozitív szemléletet, amely előrébb viszi a társadalmunkat, előre vitte az akkori társadalmat, a 18. a 19. századot, majd a 20. századot, és most pedig lenne a 21. századot. Ez jelenti azt, amit ő mutat, és az, ami tudás alapú társadalmat jelenti most. A kétnapos ünnepségsorozat alkalmából tudományos konferenciára is sor került. És természetesen, hülyen a névadó földrajz tudós örökségéhez, ez a szakterület adta az előadások fő csapás irányát. Van három földrajz professzorunk is. Itt van ilyen, hogy földrajzi érzékenyítés, afrikai élővilág, afrikai népek sokszínűsége, akkor Benyovszky Móricz nyomában Madagaszkáron, van biológiai témájú előadás is, Tolna megye élővilágával kapcsolatos. Van egy nagyon érdekes, Szegedről érkeztek kutatók a paradicsom növény fejlődése az éjszakai megvilágítás hatására. Akkor aki a korábbi kiállítást szervezte, főként Szilas Ildikó, ő is itt van, ő most Kongóról fog tartani előadást. Van történelmi előadás, világháborús katonalevelek, hazaérkezése Magyarországra. A kiállító tér megnyitásán az angolai nagykövetség munkatársai is részt vettek. Ők azt mondják, még legalább 70 év sikeres működést kívánnak a Dunaföldvári Gimnáziumnak.